Jó. Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. A Problem Prevention Holding, röviden a PPH, Honnan Trade Részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanada 2000 Kft. Közös élet és emberismeret fejlesztő képzésén. Barta Tusek Nébolya vagyok, PPH igazgató. Barta Tusek János vagyok, PPH igazgató. Örül. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást kortól, nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom eredendően vasesztergályos volt, tanácsolta édesanyám, hogy legyen valami szakmám, mert állandóan kamionsofőr akartam lenni. Hát a szakmámban nem dolgoztam egy fél évet, aztán kamionoztam 20 évet. Hálás is vagyok a föntieknek, hogy nem állítottak meg, hanem hagyták, hogy megunjam. Ezután mindenféle dolgokkal foglalkoztam, még nem eljutottunk a spirituális útig, lehet így mondani. Szerte szanaszéjjel bejárkáltuk egész Magyarországot, eljutottunk sok spirituális előadóhoz, személyesen kapcsolatban voltunk velük, tanultunk. Egy idő után úgy éreztem, hogy elég volt. Valahogy nem jöttek a megoldások, amiket szerettem volna, és abban megálltunk az egészen. Mondtam a feleségemnek, nem megyünk sehova. És akkor a Facebookon megláttam egy PPH-s hirdetést, rákattintottam, beregisztráltam az oldalra, és teljesen fellelkesedtem, hogy van ilyen a világban. Ugye ez 8 éve volt, én akkor még nem voltam nagyon számítógépes ember, és nagyon tetszett, hogy ilyen rugalmasan lehet itt tanulni, hogy nem kell menni sehova, nem akarok, otthon tudom nézni az előadásokat. De az irodát fel tudtam hívni, beszéltem Szedlacsik Mariannal, sőt a Szedlacsik Miklóssal is. És így kezdtük mi ezt a kis utunkat a PPH-ban, ami már most már 8 éve tart, és ideértünk a színpadra már egy ideje, hogy tudunk így beszélni, meg vezetni műsort, meg sok mindent még. Én Gyulán élek párommal, Ibolyával, és van egy 14 éves lányunk. És minden, ami most látható nálunk, vagy aki ismer minket közelebbről, azt mind Szedlacsik Miklósnak köszönhetjük. Nekem a PPH előtti foglalkozásom, én kereskedelmit végeztem, azon belül ruházatéladó, élelmiszeradóit. És ma már a PPH a tanulói csapat szervezés a fő tevékenységünk. Én azért kezdtem el a Nyílt Akadémiánál tanulni, mint a párom már igazából elmondta, mert nem éreztem jól magam a bőrömben. Nagyon sok fele voltunk, igyekeztünk, vagyis azért mentünk, hogy jobbá tudjuk tenni az életünket, de sehol nem kaptuk meg azt a információt, ahol, amivel jobbá tudnánk tenni az életünket, és 8 évvel ezelőtt a párom talált rá igazából a PPH-ra. Mi akkor nagyon rossz mind anyagi körülmények között, nagyon-nagyon sok problémával küzdöttünk, és én akkor annyira lent voltam igazából, hogy én azt mondtam, hogy menjél, próbáld, de én egyenlőre kimaradok belőle. És majd azáltal, hogy a párom hallgatta a képzéseket, nekem is volt lehetőségem belehallgatni, és ahogy hallgattam nem csak az ingyenes részt, hanem a tanulás részt is, ahol a tudás van, nekem nagyon tetszett, ahogy Szedlacsik Miklós átadja. Tehát annyira érthetően, hogy azt valóban megértjük, és be tudjuk építeni az életünkben. Olyan módszerek, ami működik. És nekem ez jelentett nagyon sokat, és azt mondtam, hogy itt a helyem. És így én is csatlakoztam, és valóban azóta már nagyon-nagyon sok mindent, sőt, helyrehoztunk, és egy új világot kaptunk, egy új életet. Tényleg azt tudom mondani, hogy áldom az égieket, hogy ide irányítottak minket. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő az egyik legelismertebb mesterkócs, személyiség és képességfejlesztő szakember.
84 óta Budapesten él családjával, feleségével Mariannal kiegyensúlyozott boldog családi élete van. Két fiúgyermeket neveltek fel. 87 óta foglalkozik emberekkel, 91-től szervez embereket, és azóta van saját szervezésű csapata is. 1993-tól vezet embereket. 1996-tól kezdett a spiritualitás felé nyitni. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének a vezetője. Irányításával a PPH 4 különböző területen lett piacvezető. Nincs még egy olyan ember Magyarországon, akinek a vezetésével 4 különböző területen lett egy szervezet piacvezető. Vezetésével már több százezer ember vett igénybe valamilyen életjobbító lehetőséget. Személyesen eddig sok tízezer ember képzésében és vezetésében vett részt. A vezetőnk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. A vezetőnk több különleges médiumi képességgel rendelkezik. Többek között kapcsolatot tart az égiekkel. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkócs, jöjjön és tartsák a mai előadást. Köszönöm szépen! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Lett egy heppen. Ez az alsó mondat. Tudod miért? Azért, mert én tényleg azt látom, ti nem tudom, hogy vagytok ezzel, hogy én azt látom, hogy az emberek, ugye nagyon sokan, sőt egyre többen lesznek, akik a túlélésért élik az életüket, ugye, de rengeteg ember van még, aki a pénzköltésért él, és hát csak úgy gondolkozzunk el rajta, hogy mi lenne akkor, hogyha ezt megvonnák az emberektől? Nem a túlélést, hanem a pénzt. Tehát a pénzköltést. Tehát mi lenne mondjuk az emberek 97%-ának mondjuk a pénzének az értéke, az mondjuk hirtelen mondjuk az ötödét érni. De az árak azok maradnának, de mondjuk a pénz értéke mondjuk lemenne ötödére. Mit csinálnának az emberek szerinted? Tehát a legtöbb ember mit csinálna? Elveszítené minden célját. Gondold végig, az emberek 97%-a elveszíteni a céljait. És az ember úgy működik, hogy elveszíti a célját, meghal. Tehát akkor hal meg egy ember, ha már nincs célja. Tehát, hogyha így jobban belegondolunk, akkor egy ilyen húzással elég nagy mennyiségű ember halálát idéznék elő. De ezt, mintha most úgy csinálnák, hogy ilyen lassított felvétellel. És az emberek, ugye, hogyha lassan adagolva kapnak valamit, akkor észre se veszik, hogy kapják. Ez mindegy, hogy jó, mindegy, hogy rossz. Ha lassan adagolva érkezik meg az, amit kapnak, akkor az észre se veszik, hogy kapnak. Érted? Így működik az ember. És elindult egy ilyen lassú adagolás, hát aztán 2,5 éve.
Pont 2,5 éve. És az emberek észre se veszik ezt a lassú adagolást. Hát figyeld, most már a magyarországi infláció még nemrég 10%-ról beszéltek, most már 15% feletti a bevallott infláció. Még pár hónappal ezelőtt azt mondták, hogy 10,1%, most a bevallott már 15,6% vagy mennyi. Érted? Na most ez a bevallott, akkor mennyi lehet a tényleges? Hát ha megnézed, a tényleges infláció az, amennyire emelkedtek az árak. Az elmúlt egy évben mennyit emelkedtek az árak? Tehát nem tudsz úgy vásárolni lassan, hogy hétről hétre ne emelkedjenek az árak. Jó, nem azt mondom, hogy naponta emelkednek, de hétről hétre emelkednek az árak. A rendes, a bevásárló, ahol bevásárolsz, ott. Ahol a napi szükségletedhez vásárolsz, hétről hétre emelkednek az árak. Vagy rosszul látom? Na most, ha hétről hétre emelkednek az árak, akkor ténylegesen mennyi az infláció? Tehát kétféle ember van. Van, aki felkészül a problémák megelőzésére, van, aki becsukja a szemét. Érted? És elkezd pozitívan gondolkodni, hogy hát gondolkozzunk pozitívan, és akkor nem lesz baj. Na most nem tudom, mire mentek azok az emberek, akik az elmúlt 2,5 évben azt mondták, hogy pozitívan gondolkodjunk, és nem lesz baj. Én inkább azt mondanám, hogy cselekedjünk pozitívan, és akkor nem lesz baj. Nem gondolkodni kell pozitívan, hogy ne legyen baj, hanem cselekedni kell pozitívan, hogy ne legyen baj. Tehát van egy olyan, amit úgy hívnak, amit minden embernek tudnia kellene, hogy megelőzés. Érted? Tehát a megelőzés azt jelenti, hogy az ember előre látóan tesz azért, hogy a jövőben az a dolog ne következzen be. Legalábbis a saját maga számára. Vagy a családja számára. Vagy mondjuk egy közösség számára, érted? Na most, hát egy ilyen világba jutottunk, ahol meg kellene előzni dolgokat. Érted? Tehát a megelőzés az egy okos gondolkodás. A szembecsukás, hogy hát majd lesz valahogy. Hagyjuk. Majd lesz valahogy. Eddig is volt valahogy. Majd ezután is lesz valahogy. Így áll hozzá a legtöbb ember, az emberek túlnyomó többsége, így áll hozzá, hogy majd lesz valahogy. Eddig is volt valahogy. Igen? Csak eddig nem volt olyan baj a világgazdaságban, mint ami most van. Még a háborúk sem idéztek elő ekkora problémát a világgazdaságban, ami most van, és nem a háborútól függött ez a világgazdasági probléma. Egy olyan világgazdasági probléma van, amiről én beszéltem díjmentesben. Utána tudtok nézni, tehát utána tudtok nézni valami előző díjmentes előadást, nem túl régi díjmentes előadást, talán 2-3-mal ezelőtti volt. Ott beszéltem erről részletesen, hogy mi okozza elő ezt a páratlan gazdasági problémát, ami most van a világban, nem a háború okozza. Oké, utána kellene nézni ennek, hogy az ember tisztán lásson. Tehát egy olyan helyzetben van most az országok egy része a bolygón, többek közt ugye mi is, itt Európában szinte majdnem minden ország,
pár kivétellel, olyan helyzetben van, ami soha nem volt. Tehát mikor az ember azt gondolja, hogy hát eddig is volt valahogy, majd ezután is lesz valahogy, akkor nem a valóságot látja. Tehát nem azt látja, hogy mi van, és mifelé haladunk. Tehát ez a fajta infláció, ez nulli ahhoz képest, ami lesz. Jó, ha tudod. És ez nem negatív gondolkodás. Azt a helyzetet, ami a világban van, másként nem lehet megoldani. Ezt én körülbelül 20 éve beszéltem róla, Irmuska ugye tudja, ő 25 éve itt, nem 25, 27 éve itt vagy, így van, 27 éve itt vagy. És én 20 éve beszéltem arról, hogy a hitelek, ugye azok úgy jönnek létre az államok számára részben, hogy állampapírokat vesznek befektetők, akár befektető országok. A legnagyobb ilyen állampapír kibocsátó az az USA. Az azt jelenti, hogy a USA-nak a költségvetését abból finanszírozzák, hogy megveszik a USA állam által kibocsájtott államkötvényeket más országok. Tehát más országok finanszírozzák az Amerikai Egyesült Államok költségvetését. És ugye 20 évvel ezelőtt beszéltem arról, hogy úgy lehet majd visszafizetni ezt az irdatlan összegeket, hogy leértékelik a pénzeket. Érted? Tehát a forintot azért is értékelik ilyen mennyiség, mértékben, hogy vissza tudják fizetni az államkötvényeket. Érted? Tehát a magyar államtól vásárolt államkötvényeket vissza tudják fizetni. Tehát az azt jelenti, hogy jóval kisebb értéket kell visszafizetni, mint amennyit ténylegesen az emberek felvettek. És az elképzelhető, hogy azt vissza tudják fizetni. És olyan mértékben kell elinflálni a pénzt, amilyen mértékben kell visszafizetni az államkötvényeket, amiben befektettek az emberek, vagy országok, vagy vállalkozások, cégek, érted? Tehát az azt jelenti, hogy van egy mondjuk egy cég, amelynek vehetsz mondjuk részvényeit, vagy papírjait, érted, ilyen. Vehetsz mondjuk befektetési alap, kötvényeket, vagy mi a manók ezek, papírokat. És akkor nincs gond a visszafizetéssel, hogyha amit te vettél, annak a háttere, amelyik kibocsájtotta, az képes volt kitermelni azt a pénzt, amit vissza kell adni, meg azt a pénzt, amit kamatként ígér. Világos ez? Ez nem tudom, logikus-e. Ha nem tudja, most gondold végig, egy állam kibocsájt államkötvényt, és az állam az nem igazán gazdálkodik. Ami azt jelenti, hogy tudja kitermelni azt a pénzt, amit majd vissza kell fizetni, miből abból él az állam, amit finanszíroznak a befektetéseik által, az emberek. Hogy fogja visszafizetni? Mikor nem gazdálkodik, és nem tud létrehozni növekedést a jövedelmében. Vagy ha létrehoz, akkor úgy tudja létrehozni, hogy akkor adóztassuk meg jobban az embereket. De azért furcsa dolog, hogy
Sok gazdasági szakembertől hallottam ezeket ilyen gazdasági dolgokat, de ezt konkrétan sose senkitől. Nem fura. Tehát az azt jelenti, hogy nem beszélnek arról, hogy fölveszik az államkötvényeken keresztül az emberek, ugye a, vagyis nem fölveszik, hanem befektetik az emberek államkötvényekbe, de az állam nem gazdálkodik. És az állam azt a pénzt azért adta ki, hogy most pénzhez jusson, világos voltam, hogy tudja finanszírozni a jelenlegi létét, hogy ne menjen csődbe. De az állam nem gazdálkodik, mert elérték, hogy az állam ne gazdálkodjon. Kik érték el? A milliárdos hatalom érte el, hogy az állam ne gazdálkodjon. És ezáltal ugye mi lesz a jövőben, az államkötvényeket hogy fogja kifizetni az állam? Mikor nem gazdálkodik, sőt annak a kamatait hogy fogja kifizetni? Egy mód van rá, le kell értékelni azt a pénzt, amiben felvették az emberek, vagy a vállalatok, vagy az országok, megvették az államkötvényt, érted? Amiben megvették. Tehát mit tudom én, az amerikai állam kibocsátja dollárban, dollárban vették meg, akkor le kell értékelni a dollárt, és akkor vissza lehet fizetni. Ha megvették a magyar államkötvények, ugye tudjátok, hogy a, ugye itt a környékünkön öt olyan ország van, amelyiknek saját valutája van. Ugye van a, vannak a csehek, vannak a lengyelek, vagyunk mi, vannak a románok, meg a bulgárok, most ugye a horvátok is ide tartoznak, de már nem sokáig. Na mindegy, nem is ez a lényeg. Tehát van ez az öt ország, és nem tudom, tudjátok-e, hogy abból a legtöbb, amely kibocsájtott állampapírt, az a magyar. Melyiknél a legnagyobb a pénzromlás? A magyar pénz, a forint romlik a legjobban. Érted? Miért? Mert az állam, mivel nem gazdálkodik, nem tudja kifizetni azon a forint értéken a forint által megvásárolt állampapírokat, plusz kamatot, ezért le kell értékelni a forintot. Világos ez? Ami azt jelenti, hogyha mondjuk, csak mondok egy dolgot, 1000 milliárd forintnyi államkötvényt bocsájtanak ki, most adjuk a kamatot, mert csak megbonyolítja a számítást, és 1000 milliárdot kell visszafizetni, akkor egyszerűbb úgy visszafizetni, és sokkal könnyebb, ha az az 1000 milliárd forint, már nem 1000 milliárdot ér, csak mondjuk 500 milliárdot. Érted? Tehát ezt most csak azért mondom, hogy lássátok, hogy mi miért van. Hogy ne higgyétek el azt, hogy ezért van, meg azért van, meg amazért van, mert nem ezért van. Hanem azért, amiért most elmondtam. Értitek? Tehát ugye Magyarországot nem érintette az a probléma, amit nyugatot érinti, hogy rengeteg nyugdíj alap iszonyú mennyiségű pénzt fektetett a gazdaságba, és most vissza kell azokat fizetni. Minket nem érint ez a kérdés. Mert nem voltak ilyen nyugdíjalapok, illetve amik alapultak is, azokat is felszámolta ugye a pártunk és kormányunk, és lényeg az, hogy nálunk ilyen nincs. Nálunk ez a problematika. Érted? Tehát most gondoljátok végig, miért bocsájt ki mindig minden állam államkötvényeket? Nagyon egyszerű. Hát azért, mert valamiből, tehát nem külföldi hitelekből akarja finanszírozni a hiányt,
a pénzhiányt, hanem állampapírok általi befektetéssel, tehát hogy a saját maga kiállított állampapírjait eladja, és abból, amit megveszik, abból akarja finanszírozni a kiadásait. Különben, ha nem lenne ilyen, akkor nem kellene állampapírt kibocsátani. Nem tudom, világos-e. Tehát ha az államnak elég pénze lenne, akkor nem kell állampapírokat kibocsájtani. Érthető ez? Ezt nagyon jól jegyezzétek meg. Akkor bocsájtanak ki államok állampapírokat, amikor nincs elég pénzük. Érthető ez? Ez olyan, mint egy részvénytársaság. Az állam is azon hasonlóan működik. Egy részvénytársaságnak nincs elég pénze, akkor eladja a részvényeit. Világos ez? Vagy ha tőzsdén van, akkor kibocsát részvényeket. Érted? Tehát úgy jut pénzhez, hogy mások megveszik a részvényeit. Oké? Miért? Természetesen haszon reményében veszik meg. Hát az emberek is azért vesznek állampapírt, mert haszon reményében vesznek. De az állampapír soha nem ad annyi kamatot, mint amennyi az infláció. Soha. És ráadásul ugye a kamatok azok mindig annak alapján alakulgatnak, ami a bevallott infláció. És mi van a nem bevallott inflációval? Na most ezt nem azért mondom, hogy elkeserítsek bárkit, és félre ne értsétek, hanem azért, hogy tisztában legyél azzal, ami a világban folyik, vagy a saját országunkban folyik, vagy bárhol más országban is hasonlók a helyzetek, folynak. Hogy az ember tudjon tenni valamit saját magáért, családjáért, egy közösségért, bármilyen. De van egy szabály. Hogyha megnehezül az élethelyzeted, akkor többet kell dolgozni. Nem többet kell nyaralni. Nem. Nem többet kell költeni. Nem. Még csak nem is többet kell spórolni. Nem. Többet kell dolgozni. Érted? Dolgozni. Azért, hogy több bevételed legyen. Érthető ez? Ami azt jelenti, hogy magasabb szintre kell emelni a jövedelmedet, mint amekkora az infláció. Mert ha alacsonyabb szinten nő a jövedelmed, mint az infláció, akkor még mindig bajba vagy. Érted? Tehát tenned kell azért, hogy olyan mértékű növekedésed legyen a jövedelmed tekintetében, ami túlnő az infláción. Érted? Mert hogyha erről nem gondoskodsz, akkor bajba kerülsz. Tehát az emberek azt fogják most érzékelni, hogy egyre kevesebbet ér a pénzük. Ez jelenleg nem jelent nagy problémát a legtöbb embernél, mert nem olyan mértékű, nem olyan látványos ez a pénzcsökkenés, mint amilyen, tehát inkább burkolt, érted? Tehát az embereket megetetik azzal, hogy ott csak 15%-os, vagy előtte azt mondták, ott csak 10%-os az infláció. Hát ez nem sok, és sőt, azt mondják, hogy a bérnövekedés az több. Több, mint az infláció. És a gazdaság dübörög. Miért nem ezt hallod? Nem azt olvasod? Hát erről beszélnek. Tehát a magyar jövedelem növekedés az meghaladja az inflációt. Ezt mondják.
És a gazdaságunk az dübörög. Ez olyan, mint a vakond, mikor fúrja az alagutat, tudod, a föld alatt dübörög. Nálunk is a föld alatt dübörgés van, tudod. Tehát látványos az semmi. Szóval, hát ugye ezért gondolkodni kéne, hogy mi a teendőd. Te ott a nagyvilágban éled a világodat. Mi a teendőd? Hát akkor kell egy másik állás. És akkor hány órát fogsz dolgozni napi szinten? Most dolgozol 8-at, még lesz egy 4 órás állásod, akkor 12-t. Meddig fogod bírni? Milyen produktív leszel mondjuk 8 óra után? 8 óra munka után? Hát az ember általában már 6 óra munka után sem eléggé produktív. Nem mondj 8 óra munka után. Na most mi a megoldás akkor? Ott vagy a nagyvilágban, éled a világod, bizakodsz abba, hogy csak jobb lesz. Nem tud jobb lenni. Tehát nem tud jobb lenni. Tehát az, hogy mikor lesz jobb, most gondold végig, ez a gazdasági válsághoz képest, a 2008-as az nudli volt. És 2016-ra lábaltunk ki belőle. 8 év kellett. 8 év. Érted? Na most akkor... Tehát, de az azt jelenti, hogy még befele megyünk, nem kifele. Tehát 8 év kellett, hogy kilábaljunk belőle. Hát ha befele menetel van még, akkor még a kilábalás, az hol van? Sehol. Jó, hát én azt tudom, hogy az egész, ami most van a világban, az a mi magunkra hajtja a vizet teljesen. De hát még az itteniek sem látják át, hogy ez így van. Nem, hogy azok, akik nincsenek is itt, csak nézegetik a videóimat. Tehát, ugye, tanultuk éppen ma azt, hogy mennyire befolyásolja az ember működését, hát, hogyha problémák vannak az embernek az életében. És hogy hogy jönnek létre ezek a problémák, ezt is tanultuk. Minek a következménye az életünkben a probléma, ezt is tanultuk. De lényeg az, hogy vannak a problémák, és hát ezek a problémák, ezek nem oldódnak meg maguktól. Ahhoz, hogy egy probléma megoldódjon, ugye két dologra van szükség alapvetően. Egy, tudásra, a másodikat meg nem mondom. Mert azok, akik itt tanulnak, azok tudják, hogy mi volt a második. Oké? És azt a másodikat, hogy éred el, hát arra én befizetek. Egy olyan világban, amiben vagyunk. Érted? Tehát egy olyan világban vagy, amit a te világod, a PPH meg a mi világunk, akkor a PPH-ban mi meg tudjuk oldani ezt a második dolgot, te meg a te világodban nem fogod tudni megoldani, ezt olyan biztosra mondom, mint hogy itt most mondom ezt. Oké? Tehát ami azt jelenti, hogy nagyon komoly problémák elé fognak nézni az emberek. Nagyon komoly. Tehát soha nem látott az elmúlt 100 évben, biztos, hogy ilyet nem láttam, pedig benne volt a nagy gazdasági világválság a 2020-as év, vagy a 1920-as években. Ugye a történelemben tanultuk. És ugye arra vetik vissza
vagy vezetik vissza, akarom mondani, a második világháború létrejöttét, hogy volt egy nagy gazdasági világválság 2020-ban. És hogy annak következménye lett a második világháború. Szóval a lényeg az, hogy ugye én nem mondom, hogy itt lesz egy harmadik világháború, abszolút nem. Mert annak az esélye gyakorlatilag nem sok, tehát szinte nulla. Tehát, de most nem egy külső háború lesz, hanem egy belső háború. Tudod, mit jelent a belső háború? Hogy az emberek saját magukkal fognak háborúzni, meg a hozzátartozóikkal fognak háborúzni. Érted? Ugye ki a hozzátartozónk? Ugye párunk, szülőnk, gyerekünk, stb. Stb. Jó? Tehát most egy ilyen háború lesz. És ezt úgy idézik elő, hogy anyagilag az embereknek a vásárló kapacitása az folyamatosan fog csökkenni. Most gondold bele, micsoda fifika volt ez. Gondold végig. Hogy elérték az embereknél mindössze 100 év alatt, nálunk rövidebb időben tellett ez, de ugye az egész emberiségre nézve, tisztelt nyilván a kivételeknek, elérték az emberiségnél, hogy a legfontosabb céljuk az a vásárlás legyen. Minél több pénzt költeni, vásárolni. Ezt elérték. És ezért élnek. Szó szerint ugye, hogy ott le van írva. Ezért élnek. És gondold végig, ez meg fog szűnni. Érted? Akkor miért fognak élni? Baromi jól kitalálták, hogy hogy kell elpusztítani az emberiség javát. Egyszerűen. Először rá kell szoktatni őket a jóra, utána meg el kell venni tőlük a jót. Király! Ezt a ekkora tervet, érted? És bejött. És bejött. És gondolj végig, nézd körül, nézd meg a saját, ne PPH-sokat nézzél, más ismerősöket. Mi a céljuk? Csak és kizárólag az anyag. Nézd körül, ha nem hiszed. Mindenkinek az ismerettségi körödben, még a szellemi embereknek is valamilyen szinten, csak és kizárólag az anyag a céljuk. És mi lesz, ha nem tudják az anyagot megvenni? Mi lesz velük? Átszoknak a szellemiségre. Ne nevettes! Eszükbe se jut, hogy létezik más cél az anyagon kívül. Eszükbe se jut. És mi lesz ezáltal velük? Tehát mondom, hogy egy ember addig él, míg van célja. Oké? Ez bebizonyított tény. Egyébként ez nem egy fikció, nem egy kitalálmány. Ez be van bizonyítva, hogy ez így működik. Oké? No szóval, mivel foglalkozunk mi? Ma itt voltatok, ezelőtt 3 kócsképző előadásban. Szeretném megkérdezni, hogy majd kapcsoljuk be a nézőközönséget, jó? Hogy lássák azok, akik élőadásban vannak, meg akik majd felvételről, hogy voltak-e olyan hasznos dolgok, amit tudtok használni az életben? Kérdezem tőletek. Jó, tehát valahogy jelezzétek, bólogatással, hangilag, stb. Ki volt ilyen? Ki szerint? Oké. És olyan is volt, amit esetleg a mindennapokban lehet használni? Ki szerint volt? Oké. Tehát akkor szerintetek kaphatnak az emberek olyan tudást,
amit tudnak hasznosítani az életükben, amivel könnyebben tudnak az életükben boldogulni. Netán-tán sokkal boldogabbak is lehetnek. Hogy gondolt? Igen? Oké, rendben. És ez most nem a hitleri Németországgal megtanították az embereket, tudod erre? Hanem ez, bízok benne, hogy őszinte. Szóval lényeg az, hogy ugye azt a célt szolgáljuk, hogy az emberek tudatosak legyenek. Hogy képesek legyenek, ha elég kerül bármilyen élethelyzet, képes legyen a megoldásra. Akármilyen nehézség jön, képes legyen az ember a megoldásra. Érted? És ezt kétféleképpen csináljuk. Az egyik az, hogy tudást adunk az embereknek, másik az, hogy segítséget adunk abban, hogy ezt tényleg meg tudják csinálni. Tehát szó szerinti segítséget értsd. Tehát segítséget nyújtunk. Na most miért csináljuk ezt? Mert van egy óriási célunk, hogy keressük azokat az embereket, akik akarnak tudatosodni. De miért keressük ezeket az embereket? Nagyon egyszerű. Azért, mert kaptam ezzel kapcsolatban egy látomást, hogy ezen a bolygón 2035-re aranykornak kell lenni. Ezt nem most kaptam, ez sok évvel ezelőtt. És megkérdezték tőlem, hogy én ebben benne vagyok-e a csapatommal. És nyilván, mivel a csapatomnak én voltam a vezető, én azt mondtam, hogy én benne vagyok, ezáltal a csapatom is. És ez így is volt valamilyen szinten természetesen. És ezáltal elkezdtem tanítani a tanult és tapasztalt tudásom alapján azt, amit hallottok tőlem. Tehát, hogy az emberek hasznosítható tudást kapjanak, a mindennapjaikban hasznosítható tudást kapjanak. Az életükre vonatkozóan. Hogy jobban érezzék magukat a bőrükben, nem azért, hogy több pénzt költsenek, nem. Azért, hogy boldogabban éljék az életüket. Tehát én nem azért vagyok, hogy te több pénzt költs, hanem azért vagyok, hogy boldogabb legyél az életedben. Mit jelent a boldogság? A boldogságnak van egy pár feltétele. Van egy olyan feltétel, hogy szeretet. A boldogság legfontosabb feltétele, hogy szeress és szeressenek. Érted? És legyen minél tudjál minél több embert szeretni, és ezáltal viszonozzák a szeretetedet. Tehát ugye szeretet. Ezért ugye létrehoztunk egy szeretet közösséget. Mi a fontos még, hogy egészséges legyél? Tehát segítünk abban, hogyha esetleg megbetegszel, akkor gyorsabban kigyógyulj. Ha egészséges vagy, akkor meg, hogy lehetőleg ne legyél beteg. Tehát segítünk abban. Tehát fontos, hogy az ember egészséges legyen. A harmadik, ami nagyon fontos, hogy kapjál elég elismerést. Elismerést. Ami annyit jelent, hogy akkor fogsz kapni elég elismerést, ha megismered, milyen jó elismerést kapni, és mersz másoknak elismerést adni. Érted? És ha másoknak mersz elismerést adni, akkor elkezd működni ez az oda-vissza elismerés, körforgás. Hiszen az embernek az elismerés az egy szükséglete. De a boldogságnak a feltételei között szerepel még egy negyedik is, meg egy ötödik is, a negyediket nézzük, az pedig a szabadság.
Az ember nem egy szolgának született, nem egy rabszolgának született, senki nem született alkalmazottnak. Az az újkori szolga. Az ember szabadnak született, márpedig a szolgák azok nem szabadok. Oké? Azért viszont, hogy az ember ne szolga legyen, hanem szabad, azért magának az embernek kell tenni, és nem várni, hogy más tegyen azért, hogy te szabad legyél. Világos ez? Van egy ötödik, ugye, mint az imént említettem, ez az ötödik, a pénz, az elég pénz. Hogy mindig legyen elég pénzed. Az elég pénz, az mindig két feltétel. Jut is, marad is. Tehát, hogy jusson is, de maradjon is. Tehát az az elég pénz, hogyha jut mindenre, amire szükséged van, de marad is pénzed. Érted? Nem kell több. Jusson és maradjon. Mindenre, amire jutnia kell. Világos ez? De akkor is maradjon. És ha ez az öt megvan, akkor nyilván lesz egy hatodik feltétel is, ami automatikusan jön, hogy jól érezd magad a bőrödben. Oké? Tehát most itt van ez a hat feltétel, ugye 5+1, inkább úgy mondanám. Létrehoztunk egy olyan közösséget, ahol mind az öt feltételt plusz egyet, mind az 5+1 feltételt lehetőségként felkínáljuk neked, te élhetsz vele a segítségünkkel, ha nem érsz, az a te dolgod. Oké? De ha érsz vele, akkor segítünk abban, hogy ezt tényleg megvalósítsd. És sokan mondják azt, hogy ha igazi képzéseket tart egy ember, akkor azt ingyen kellene adni. Mondják azok, akiktől a csere messze áll, távol áll. Érted? Akik távol állnak a cserétől. Akiknek ingyen kellene minden az életben. Na most én egyet tudtam felajánlani. Ingyen felajánlom, én tartok ingyen képzéseket. Ez is ingyenes. De nem fogok módszereket tanítani az ingyenesbe. Azt előre mondom. De azt elmondom, hogy miben nem vagy jó, és jóvá kellene válni benne, úgy, mint más. Sőt, lehet, hogy egy kicsit többet is tanítok, mint más. Az ingyenesben. De a módszerek, az nem ingyenes. De kialakítottam azt, hogy a legkedvezőbb feltételű legyen a nem ingyenes rész a bolygón. Oké? Tehát mondom, a legkedvezőbb feltételű minden szempontból. Most, ha mondjuk néznénk egy átlag keresetet, az olyan nettó 200 000 forint. Annak az 5%-a a havi tandíj, úgy durván. Valamivel kevesebb, mint 5%-a. Ettől eltér az első hónap, ahol csak nem 10%. Akkor ebből már könnyen ki tudod számolni, hogy vajon mennyi lehet úgy nagyjából a tandíj. Amiben adunk 30 óra képzést. Nem tudom, hogy tudod-e, hogy 30 óra olyan képzés, ahol módszereket adnak az életre, az mennyibe kerül. Ha te 5000 forint alatt megúszod, mondom 5000 forint per óra alatt megúszod, per óra alatt megúszod, akkor én kalapot emelek neked. Van kalap, kalapom nem is egy. Úgyhogy van mivel. Érted? De gyakorlatilag nincs ilyen. Tehát 5000 forint per óra alatt nem kapsz módszereket, nyújtó képzéseket. Ami ha visszaszorzunk a 30 óránkra,
akkor mondhatjuk azt, hogy a 30 órás képzésünknek az értéke az 150 ezer forint. Ez alatt mondom, nem kapsz ilyen típusú képzéseket. És azt nyújtjuk neked a havonta, tehát ez egy mostani ár, nem mindig ez lesz az ár. Ha csatlakozik valaki, akkor még erre árgaranciát is adunk elég hosszú időre. Szóval lényeg az, hogy ez az ár, ez most van. Ha te nem akarod, nem erőszak a disznótor. Old meg a saját képzésedet úgy, ahogy akarod. Semmi gondom nincs ezzel. Nem kell mindenkinek itt tanulni. Nem kell mindenkinek a Szedlacsik Miklóst hallgatnia. Már. Jézus sem volt mindenkinek szimpatikus. Mohamed sem volt mindenkinek szimpatikus. Buddha sem volt mindenkinek szimpatikus. Stb. Érted? És a világon még nem született olyan ember, aki mindenkinek szimpatikus lett volna. Meg nem is fog sose. És onnantól kezdve, hogy neked szimpatikus vagyok, vagy nem, gondolod, hogy engem érdekel? Engem nem érdekel. Ennyit se. Világos ez? Én teszem a dolgomat, nekem az a dolgom, hogy átadjam az embereknek azt a tudást, amit tudok, kettő, amit kapok. És szerintem olyan képzést nem tartok a fizetős részben, ahol ne fedeznétek föl olyat, hogy most a Miklós kapja az információkat. Pedig gondoljátok vele, az azt jelenti, hogy egy ilyen képzés az másfél-két óra. Tehát másfél-két órán belül, ami azt jelenti, hogy akkor az havi szinten olyan tizenvalány alkalom, tehát tizenvalány alkalom esetén kapok havi szinten rendszeresen olyan információkat, amit kapok. És egyszerűen csak közvetítem. Érted? Na most, ugye mai nap folyamán is voltak ilyenek, van, aki itt van 8 éve, például a házigazdáink elmondták, itt vannak 8 éve, és voltak megint olyan dolgok, amiről még így sose hallottak. Na most gondoljátok végig, hogy lehet tanulni máshol, semmi gond nincs azzal, csak kérdés, hogy mennyiért. Én tanultam máshol, sok millió forintért pár év alatt, érted? Hála Istennek megtehettem. De az nem most volt, még 2010 és 1998 között. Tehát abban a 12 évben. Tehát milliókért. Ha megnézed, nálunk egy éves képzés, az gyakorlatilag egy félhavi átlagfizetés. Érted? Egy félhavi átlagfizetés. Úgy durván. Egy éves képzés. Jó, tehát mondom, lehet gondolkodni azon, hogy hogyan oldod meg az életedet a jövőre nézve, és ha most ebben kapcsolatban optimista vagy, hogy te majd megoldod, semmi gondom nincs vele. Legyél optimista, aztán majd meglátjuk, kinek lesz igaza. Nem azért, hogy engem érdekel, hogy van-e igazam, vagy sincs veled szemben, hanem azért, mert én tudom az, hogy mi lesz. Érted? Mert ilyenekről is kapok információkat, hogy mi várható. És tudod, amit én megjósoltam, hogy mi várható, az nem jóslás volt, hanem egy információ átadás, amit kaptam és továbbítottam. Az úgy lett. Tehát én nem jós vagyok, hanem egyszerűen egy információ továbbító egyén. És ezáltal, amit én kapok információkat, és megkapom azt, hogy mondjam el, hát az nem véletlenül kapom meg. Azért, hogy figyelmeztesselek benneteket. Tehát figyelmeztesselek. És megtegyétek
azokat a kellő lépéseket, amit meg kell tenni a saját életetek érdekében. Vagy a családotok érdekében. Tehát ha például te azt gondolod, hogy majd a cégek felemelik olyan mértékben a fizetésedet, mint amilyen mértékű az infláció, te óriási tévedésben vagy. Óriási tévedésben. Vállalkozások, tehát gyakorlatilag hagyományos módú vállalkozások nem tudnak akkora bevétel növekedést előidézni, pont azért, mert a fizetőképes kereslet csökken. Világos ez? És minél jobban csökken a fizetőképes kereslet, annál kevésbé tudnak bért emelni a vállalkozások. Logikus? Teljesen logikus. És mivel ugye az árak növekednek, hát gondold végig, azt is ki kell termelniük. Nem elég, hogy a fizetést ki kell termelniük. Még amit vesznek, annak az árát is ki kell termelni. Tehát minden olyan cég, amely vásárol és elad végül, tehát vásárol bármit és elad végül, az nem tud fizetést emelni majd. Márpedig a cégek nagyon nagy része az vásárol dolgokat rendszeresen havi szinten, és értékesít dolgokat rendszeresen. Ha termelő cég, akkor az, ha kereskedő cég, akkor azért. Oké? És nem fognak tudni fizetést emelni, mert bajba lesznek, érted, ha fizetést emelnek. És akkor hogy finanszírozod majd a növekvő árakat? Oké? Hogy? Tehát ez nem ijeszgetés, félre ne értsd, nem pessimista előadás, hanem van megoldás. Tehát a megoldás mindig a tudatosodás. Tehát ha valakinek az életben nehézségei vannak, azért vannak nehézségei, mert nem tud tudatos lenni. Érted? És azért juttatta a nehézségekhez az élet, mert nem hozott tudatos döntéseket, nem cselekedett tudatosan. A tudatosság felé vezető út az nálunk van. Mondhatjuk azt, hogy kizárólag bolygó szinten, tehát bolygó szinten kizárólag nálunk van. Tehát arra mi kiválasztottak vagyunk, mint szervezet, szó szerint, hogy tudatosítsuk azokat, akiket lehet. Világos ez? Erre vagyunk kiválasztott, nincs több kiválasztott szervezet. Egy van bolygó szinten. És valószínűleg nem is lesz több kiválasztott szervezet erre, hogy tudatosítsák az embereket. Érted? Miért nem? Nagyon egyszerű, mert a vezetőjüknek nincs meg az a tapasztalatuk, mint nekem. Érthető ez? Tehát keressetek olyan vezetőt, aki eljutott az anyagból a szellemiségre, és végigcsinálta azt, amit én csináltam végig. Nincs még egy a bolygón. Én vagyok az egyetlen. Ennyi. És ez nem nagy képűség, hanem ez egy tény. És ahhoz, hogy tudatosítsuk az embereket, nekem nagyon sok mindent meg kellett élni, sőt, még a mai időszakban is meg kell élnem. Érted? Nem csak a múltban, hanem a jelenben is. Hála Istennek, annak egy jó részét már nem közvetlenül kell megélnem, hanem valamilyen szinten közvetett módon kell megélnem, de meg kell élnem. Szóval, itt van egy olyan dolog, ami korszakalkotás. Mindenki azt szeretné, ha ez egy szociális ember,
márpedig a bolygó 80%-a szociális, hogy egy olyan társadalmi forma legyen, ahol az emberek képesek szeretetben, békében és boldogságban együtt működni egymással. Vagy rosszul gondolom? Tehát nálunk, hadd nézem, ki az, aki úgy gondolja, hogy jó lenne egy olyan társadalmi forma itt a bolygón, ahol az emberek szeretetben, békében és boldogságban tudnak együttműködni egymással. Tegyetek már fel a kezeteket. Oké. Okay. Jó, ez most nem egyhangú szavazás akar lenni, tudod, hogy rá vagy kényszerítve, hogy egyhangulag emelt fel a kezedet, de mégis mindenki fölemelte. Hát én úgy gondolom, hogy minden normális ember a bolygón szeretné azt, hogy egy olyan társadalmi forma legyen, ahol az emberek szeretetben, békében és boldogságban tudnak élni egymással. Tudod ennek mi a feltétele? Az, amiről beszéltem itt az boldogság öt feltételében, ott részben beszéltem erről, az a feltétel, hogy az emberek képesek legyenek szabadon élni. És tudod, mi kell a szabadsághoz? Nagyon egyszerű dolog. Az, hogy az életed irányítását teljesen a kezedbe tud tartani. Ha az életed irányítását a kezedben tartod, akkor te egy szabad ember vagy. Ha csak részben, akkor olyan részben vagy szabad, amilyen részben a saját életed irányítását a saját kezedben tartod. Tehát ami azt jelenti a szabadság, hogy bármilyen helyzetben meg tudod lépni a megfelelő lépést. Érted? Bármilyen helyzetben. Tehát az a szabad, aki képes a problémák tengerén úszni egy hajóval, érted? Nem úgy, hogy vergődve, csapkodva, majdnem belefulladva, hanem úszni egy hajóval, érted? Tehát a problémák tengerén, az a szabad. Tehát az nem szabad, aki fuldoklik a problémákban. Érted? Az a szabad, aki maga alá tudja gyűrni a problémákat, bármi legyen is az a világban, vagy önmagával kapcsolatban. Érted? Az a szabad ember. És ahhoz, hogy ezt meg tud csinálni, vagy bárki meg tudja csinálni, kell ugye két dolog. Egyik a tudás, másik, amit nem árulok el. Csak azoknak, akik a képzésen részt vesznek. Oké? Okay. Egyik se egyszerű. Nem egyszerű. De mindenki meg tudja oldani, ha akarja. Oké? Okay. Tehát egy olyan küldetést kaptunk, hogy egy újfajta társadalmi formát, és ezáltal egy új korszakot, az emberiség új korszakát készítsük elő. És nehogy azt hidd, hogy ebbe bármilyen hatalmi törekvés kell. Ugyanis abban a korszakban, amit úgy hívnak, hogy aranykor, nincs szükség állami vezetőkre. Sőt, egyáltalán nincs szükség olyan emberekre, akik majd mit tudom én, munkát osztogatnak az embereknek, meg főnökök lesznek, meg ilyesmi, nincs szükség. Az aranykorban nincs olyan, hogy főnök. Érted? Nincs olyan, hogy főnök. Tehát egy olyan társadalmi formában, ahol az emberek maguk tudják teljesen irányítani az életüket, az tudod, hogy megy a tevékenység? Úgyhogy leülnek, megbeszélnek dolgokat, és mindenki a megbeszéltek alapján csinálja a dolgát, úgyhogy senkinek nincs főnöke. Miért itt a PPH-ban bárkinek van főnöke? Nincsen.
azt a formát készítjük elő, itt nincs főnök, nincs beosztott. Itt van, aki előrébb jár, és javasol dolgokat. Oké? A többiek pedig a tapasztalatok alapján, a magasabb tapasztalat alapján követi azt az illetőt, akinek magasabb a tapasztalata. Érted? Tehát mivel neki alacsonyabb, hát nyilván miért ne követni a magasabbat? De az nem azt jelenti, hogy főnöke. És ha akarja, csinálhat mást is, mint a főnöke javasol, csak nem biztos, hogy jól jár. Illetve nem főnöke, hanem a vezetője, mert itt ugye nálunk vezetőnek hívják. Tehát itt nincs főnök. A vezető azt tudod, mit csinál? Az megy előre, és mutatja az utat, és az emberek azon az ösvénye haladnak, amit ő kitapos. Ezt jelenti. Érted? Persze, ha valaki akar úttörő feladatokat létrehozni, és új csapásokat kitaposni, érted? Tehát lehet, csak nem biztos, hogy érdemes. Érted? Tehát most gondold végig egy olyan világban élni, ahol az emberek szeretik egymást, ahol nincs szükség pénzre, ahol az emberek mondjuk napi 2-3 órán tevékenykednek, amit most munkának mondunk, érted? 2-3, és akkor ugye úgy lesz, hogy van az a nota, hogy tudod, hogy 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás, akkor azt mondod, hogy jaj, de jó, akkor lehet nem 8 órát, hanem 14 órát szórakozni. Nem. És mi lesz a tanulással? Mi lesz mások segítésével? Mi lesz azok, akik, azokkal, akik hozzád képest hátrébb vannak a tudásban? Érted? Az előrehaladásban. Hogy segíted akkor a követőket? Most ebben, ugye az időszakban, meddig 2016, hogy vagyunk? Igen, 2016-ig. 26, hogy is vagyunk? 2026-ig? 2026, nem, akkor 2025 év végéig választódnak ki a vezetők, akik nem főnökök lesznek, a vezetők. Útmutatók, érted? Tehát egy olyan fajta működést képzelj el, ami odafönt van. Odafönt nincs főnök. A fentieknek a jóisten nem a főnökük. Útmutatójuk. Miért? Mert sokkal több a tapasztalatuk, mint az isteneinknek. Érted? A jóistennek. Tehát az atya, teremtő istennek. Sokkal több a tapasztalata, sokkal több a tudása. Ő útmutatásokat ad. Nem főnök. Világos ez? Nincs pénz. Az aranykorban nincs szükség pénzre. 2-3 órát dolgozik egy ember, és utána bemegy a raktárokba, és elhozza az szükségletét. Érted? De csak annyit. Nem többet, hanem annyit, amennyi a szükséglete. Elhozhatna többet is, de miért hozna el többet, mint a szükséglete? Érted? Ha elhozna többet, mint a szükséglete, nem kerülhet be az aranykorba. Érted? Mert az úgy hívják, hogy nem tisztességes csere. És a nem tisztességes cseréjű emberek nem fognak bekerülni az aranykorba. Érted? Nem tudnál egy olyan társadalmi formát elképzelni, ahol minden szükségleted megvan, de csak annyi, amennyire szükséged van. És ott már nem kell tartaléknak lennie. Mert ott nem lesznek olyan problémák, ami miatt tartalékolnod kellene. Érted? Tehát egy olyan világot nem tudsz elképzelni, ahol az emberek 2-3 órát dolgoznak, érted? Max, és utána tanítanak, a tanítással is sokat lehet ám tanulni. Ugye azok, akik már tanítanak, tudják, hogy legalább annyit lehet tanulni a tanítással, mint a tanulással. És
Nyilván belefér az, hogy jól érezzék magukat az emberek egymással, az is belefér. Hogy kipihenjék magukat, az is belefér. Érted? De az nem fér bele, hogy elnyomják egymást az emberek, mint a jelen társadalomban. Az nem fér bele. Az nem fér bele, hogy tisztességtelenül többet akarjanak kivenni, mint amit beraktak. Hogy tisztességtelenül ingyen akarjanak dolgokat kapni, úgyhogy ne kelljen érte tenniük semmit. Az nem fér bele az aranykorba. Ilyen egyszerű. És ha ezen a bolygón nem lesz aranykor, akkor tudod mi lesz? Akkor kimentik azokat, akik megérdemlik, mint a történelemben rengeteg ilyen eset volt, hogy kimentettek egy közösséget, a többiek meg mennek a levesbe. Szó szerint. Szóval, ez nem fenyegetés. Ez egy következmény, érted? Egy információ. Attól függ, honnan nézed. Én el tudom mondani neked minden következményt, hogy ha ez lesz, mi várható, az lesz, mi várható, ha ez lesz, mi várható. El tudom mondani, most nem fogom elmondani. És át tudom adni azokat az információkat, ami ahhoz kell, hogy változzon bárki. Érted? Én tudok olyat csinálni, hogy megkérdezni dolgokat odafönt, válaszolnak, hogy segítségünkre legyen az a válasz. Oké? Ha mondjuk két ember beszélget, mondjuk egyik én vagyok, a másik pedig egy másik személy, és neki van egy olyan kérdése, amit szeretne tudni, és amire én nem tudom a választ, semmi gond, megkérdezem fentiektől, és megkapja a választ. Érted? Tehát tudunk az embereknek segíteni. És azért, hogy aranykor lehessen. Nem másért. De miért kell az aranykor? Nagyon egyszerű, hogy visszatérjünk abba a létformába, amiből jöttünk. És ahhoz az aranykor egy átmeneti korszak, érted? Az emberiség életében. Visszakerülni abba a létformába, amiből jöttünk, az pedig milyen létforma? Angyali vagy isteni létforma. És azt eldöntetted, hogy neked hol a helyed. Oké? Mit jelent az, hogy eldöntetted, hogy hol a helyed? Hát ami annyit jelent, hogy eldöntetted, hogy neked a helyed az, hogy visszakerülj az angyali létformába, vagy az isteni létformába. Hát vagy az, hogy nem. Ha nem, akkor a reinkarnációs körforgás. Csak éppen nem ezen a bolygón. No, azt azért tegyük hozzá. Jó? Hanem egy másikon. És gondold végig, mit szeretnél? Tanulni, fejlődni, segíteni másoknak, minél több embernek, hiszen kiválasztott vagy erre is, hiszen ebbe az időszakban csatlakoztál, amikor a vezetői kiválasztódás van. Tehát a fentiek kiválasztottak arra, hogy te képes lennél embereket vezetni, csak a te döntéseden múlik, hogy megteszed vagy sem. Tehát minél több olyan ember van, aki dönt abban, hogy ő igenis vezető lesz, annál több olyan ember lesz, akit be tudunk vinni az aranykorba. Oké? Ettől függ, hogy most, akik itt vannak, meg még a következő időszakban, 2025-ig ugye itt lesznek, azok mit döntenek avval kapcsolatban, hogy ő vezető lesz-e vagy sem. Tehát az esélyt mindenki megkapja. Tehát egy olyan embert nem rendeznek ide ebben az időszakban,
ha akinek esélye sincs, hogy ő vezessen. Érted? Tehát itt mindenkinek a saját döntése az, hogy te vezető leszel-e vagy sem. És a vezető az nem főnök. Te nem fogsz embereknek parancsolgatni. Ezt felejtsd el. Oké? Hanem azért, mert jó példa vagy, követnek. Tehát nálunk a vezetők, azok a minták. A minták. És ugye mi nekünk vezetőknek egyre jobb mintává kell válnunk, hogy kövessenek minket az emberek. És természetesen keressük a követőink közül azokat, akik vezetők akarnak lenni. De mondom, gondold azt végig, hogy a fentiek bíznak benned, kiválasztottak arra, hogy ebben a vezető kiválasztó időszakban te már itt vagy. Gondold végig. És itt egy kérdés van, hogy te mennyire hiszel magadban. Mennyire bízol magadban? Hogy áll az önbizalmad, önismereted, önbecsülésed, önértékelésed? De ezek hogy állnak, ezek a kérdések? Pont egy ilyen képzésünk van egyébként, ahol önbizalomfejlesztő coach a címe, és beszélünk az önbizalomfejlesztéséről, önbecsülés fejlesztéséről, akkor mi a harmadik? Önértékelés fejlesztéséről. És ha szeretnél ilyenekről tanulni, akkor várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nincs itt a helyed, semmi gond, akkor is szeretünk. Jó, akkor is szeretünk. Úgyhogy szeretnék tőletek szerdáig elköszönni, szerdán találkozunk, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen Szedlacsik Miklósnak ezt az utolsó első részt. Hát az egész nap ütősre sikerült, a vége sem volt gyengébb, azt mondhatjuk. Beszélnénk még kicsit ugye az anyagiakról. Azt tudjuk javasolni, hogy 3 hónapig próbáld meg a képzést, az nem egészen 40 000 forintba kerül. Ennyi idő alatt azért úgy nagyjából átlátod, hogy milyen lehetőségek vannak itt a PPH-ban, mert azért ez nem egy, hogy mondják, nem lehet egyszerűen átlátni, mert olyan szépen összemarakva, hosszú távra, nem egy könnyű, pehelsúlyú dolog, ez nehézsúlyú dolog. Vedd komolyan, hogyha találkoztál vele lehetőséggel, itt igenis megváltozhat minden körülötted, és te magad is. Egy jobb ember lehetsz. Sokkal jobb. Ez így van. Tehát mi azt szoktuk mondani, hogy ha neked elétették a PPH-t, vagy elét került ez a szó, hogy PPH, vagy valaki felkereshet vele esetleg, akkor add meg magadnak azt az esélyt, hogy gyere el, akár Budapesten van az iroda, egy szerdai, vagy akár vasárnapi képzésre, ott van lehetőséged az első részt, az ingyenest is meghallgatni, és egyszer van lehetőséged a második részt is meghallgatni. És add meg magadnak azt az esélyt, hogy nézd meg, hogy valóban miről is van itt szó. Mi az, amit ad neked a Nyílt Akadémia, mi az, amit ad neked a PPH, és az, hogy milyen Szedlacsik Miklós. Hogy ő valóban olyan mester, mi ezt már megtapasztaltuk valóban a több évek által, és vannak itt nagyon sokan, akik megtapasztalták, hogy ő valóban azért van itt, hogy átadja nekünk azt a tudást, azokat a módszereket, ami a jövőben, amilyen világ vár ránk, és mi fönn tudjunk maradni. És mi ezt mind megkapjuk. Tehát én nekem most is, ahogy hallgattuk, én annyira nyugodt vagyok, hisz nekünk a Miklós már évekkel ezelőtt mondta, hogy mi fog történni. Tehát ő már felkészített minket, és a továbbiakban is ő át fogja adni azt a tudást és módszert, amivel fönn tudunk tényleg valóban maradni, és át tudjuk vészelni azt, ami a jövőben jönni fog. És hogy be fogunk kerülni az aranykorba. Én ezt is hiszem és tudom.
Még annyit hozzátennék, hogy iroda ugye már nem csak Budapesten van, hanem Békéscsabán, Gyulán is, és van még valahol? Nincs. Igyekezzetek, legyen országosan mindenfele, hogy az emberek el tudjanak menni oda találkozni emberekkel, előadást nézni. És Ibolya mondja a következő dátumot. A következő szeminárium október 9-e, ugyanúgy 11 órakor a Lurdi házban, ami nagyon-nagyon fontos ismét, azt el szeretném nektek mondani. Aztán a heti webadások szerdán 18 órakor, vasárnap pedig délután fél 5-kor kezdődnek ugyanúgy. Ugye az minden évben, minden szerdán és vasárnap. Kivétel nélkül, csak ha beleesne a szilveszter vagy a karácsony, akkor van máshogy. Így van. Itt nincs nyári szünet, téli szünet. Mi mindig itt vagyunk, és fejlődünk, és tanulunk. Megragadnám még az alkalmat, hogy megköszönjem még egyszer Szedlacsik Miklósnak, hogy mi lehettünk a mai nap házigazdái. Köszönjük szépen. Óriási volt. A hangulat óriási volt. Mindenki beleadta apait, anyait, ez érződött. Köszönjük szépen nektek ezt a remek segítséget hozzá. Köszönjük szépen, nagyon jó volt veletek a mai nap, és azok mindig olyan gyorsan eltelik, de az így, a jó, hogy nem soká jön a következő és a következő, és így tudunk mindig együtt lenni. Most fogunk ugye majd kört alakítani. Igen, mielőtt kimennénk a teremből. És meghallgatunk két zeneszámot, kis meditációs hangulatba kerülünk, utána lehet majd klubot tartani, ugye, amiben lehet kérdezni Szedlacsik Miklóstól, az már nem megy ki élőbe, ugye? Nem tud kimenni a technikai dolgok miatt, nem megy ki. Úgyhogy a nem itt lévőktől elbúcsúzunk. Szeretünk benneteket. Szeretünk benneteket, sziasztok. Minden jót kívánunk, mindenkinek széles utat és nagyon-nagyon-nagyon sok sikert. Elfelejtettük mondani, Marian most itt jelzi nekem. Marian az a jelvi, leadni a kitűzőket. Igen, itt Mariannál van. És a parkolás, ja igen, Mariannál van, akinek kell, akkor ott át tudja venni. És ha van valakinek felismerés írt, akkor azt is Mariannál tudja leadni. Köszönjük. Nem mondtuk még a körbenállásnál, hogy a bal kéz lent, jobb kéz fönt, és a végén nem tapsolunk, hogy megmaradj az energia. Köszönjük!